A háború kitörését követően naponta több ezer menekült érkezett és érkezik Kárpátaljára. A Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye létrehozott egy válságstábot, amelynek az egyik vezetője Palojtai Márta lett, aki koordinálja a támogatásokat. A helyi Caritas eddig a lokális problémákat igyekezett feltérképezni, majd megoldani. Most azonban még nagyobb munka hárult rájuk. Sok munkatárs kiesett, azonban egyszerre több önkéntes is csatlakozott hozzájuk. A menekültek lelkiállapotának támogatása mellett nagyon fontos, hogy az önzetlen önkéntesek is támaszra találjanak egymásban. Ennek érdekében gyűlnek össze rendszeresen az ungvári járási katolikus egyházközség tagjaival is, akikkel megoszthatják félelmeiket, tapasztalataikat, gondolataikat. Az 1 milliós Kárpátaljára a új adatok szerint kb. 400 ezer menekült érkezett, ami óriási arány. Az egyházon belül majdnem minden család kiveszi a részét a menekültek ellátásában. Nagyon sokan a lakásukba is befogadtak, hozzánk is jöttek menekültek, de nagyon sok más emberhez is. És ugyanakkor az összes egyházi kapacitás ki van használva. Tehát minden lelki gyakorlatos házban, egyházi óvodában, üres plébánián, tehát mindenhol, ahova embereket lehetett betenni, oda befogadtak embereket. Ezen kívül ugye a falvakban, az iskolákban, oda épületekben is mindenhol vannak menekültek, és az ellátásuk az egyháznak a segítségét kérik. Egyrészt próbáljuk azokat a segélyszállítmányokat szervezni, vagy pénzadományokat, amikből ugye rengeteg embernek a napi élelmiszerét meg lehet vásárolni. Másrészt viszont nyilván ott is kell lenni velük. És ezek az emberek, akik most itt vannak, ebben segítenek. A Caritason keresztül, vagy egyszerűen a plébánia önkéntesei formájában, tehát ott vannak a menekültekkel, beszélgetnek velük, találkoznak velük, szervezik az ellátásokat, hogy mindenük meglegyen. És ezt sokszor heti 7 napban, akár éjszakázva, mert mindig éjszaka is valakinek ott kell lenni, tehát nagyon-nagyon sokat adnak magukból, miközben nekik maguknak is van családjuk, sokszor munkájuk, saját feladataik is. Tehát csak adnak. És hogy ne fáradjanak el ebben annyira, azért olyan szükségesek ezek a lelki napok. Kezdeti lendület azért az elfogy egy idő után, önkéntesnek lenni egy darabig lehet, de utána már nagy szükség van arra, hogy ne csak adjunk, hanem valamit kapjunk is.